Mennyi négy, mert vizes leszel. Erzsi néni éppen a növényeit locsolja. Most különösen fontos az öntözés, hiszen télen kevés csapadék esett. Szárazság lesz. Mert én följöttem utcától karácsonyig a hónapokat, és bizony nem sok takarékot jelez. Erzsi néni ebből a kútból szivattyúzza a vizet az öntözéshez. Az utóbbi időben viszont érezhetően apadni kezdett. Ez a kút 61 éve van, 58-ban lett ásva, és ez azóta van, de nagyon jó, úgyhogy soha még ebben gondunk nem volt. De tulajdonképpen száll, megy lejjebb a víz, mert azért, ahogy belenézek a kútba, látom, hogy azért egy kicsit lejjebb süllyed mindig, meg a szivattyút mindig után kell állítani, hogyha már lejjebb ment a víz. Kíváncsiak voltunk, vajon Nagyatádon más kutaknál is hasonló-e a helyzet. Szevasz! Köszönöm, hogy fogadsz minket! Szevasz! Messzire nem is kell menni, látom. Pálék csak nem 30 éve vették a telket. A 10 méter mély kút már akkor is ott volt. A szomszédjával közösen használják öntözésre, automosásra. Megmértük a vízoszlop magasságát. Tedd le, és jól húzd meg! Jó feszes legyen! Tud, meglátszik, ugye? Négy méter 50. Tehát akkor ez most 4,5 méter körül van, és annak idején mennyi volt, amikor utoljára mérted? 3,80 méter. Hát akkor a vízoszlop a kútba. Akkor egy 70 centit még emelkedik is. Igen. Akkor téged nem fenyeget a kiszáradás? Nem. Nehéz megmondani, Pál kutyában miért emelkedett a vízszint, de van erre egy magyarázata. Ezt a régi öregek mondták, egy kutat minél többet használnak, annál jobb a vízhozama. Többen mondták, temessen be kutat, de nem akartam betemetni, mert a kut az egy érték. Pál a szerencsések közé tartozik. Az országos megfigyelések ugyanis azt mutatják, egyre többeknek jelent gondot a vízhiány. Gábor kutfúróként első kézből tapasztalja a problémát. Egyre több hívásunk van, ilyen jellegű, hogy kerti kutak, jellemzően ásott kutakról van szó. Ugye egyre lejjebb kerülnek a vizek, kiszáradnak ezek a kutak, és sokan keresnek ezzel, hogy tudunk-e mélyíteni rajta, van erre bármilyen más megoldás, hogy újra adjanak vizet. Gábor elmondta, az utóbbi években az éves csapadékösszeg nem változott, viszont egyre hosszabbak lettek az aszályos időszakok. A néhány nap alatt hirtelen lezúduló csapadékot a föld nem tudja felszívni. Így például a Kiskunságban akadnak területek, ahol a talajvíz 7 métert süllyedt 30 év alatt. Gábor a mélyebben fekvő vizek kinyerésére szakosodott, de már azoknál is észlelhető a változás. Itt is tapasztalható, ezek is mennek lejjebb, de ezek lassabban mennek lejjebb. Nyilván, ahogy egyre hosszabbak lesznek ezek a száraz időszakok, itt is észrevehető, hogy szép lassan lejjebb csúsznak ott is a vizek. Igazából én azt látom, hogy ez nagyjából mindenhol így történik. Főleg ott érzékelhető egyébként a legjobban, ahol nagyon sekélyen voltak a talajvizek. Mikében érezhetően rosszabb a helyzet, és erről nem csak az időjárás tehet. A helyiek szerint az ide telepített nyárfaerdők valósággal kiszippantják a talajvizet, ugyanis mélyre ültették őket. 1,80 méter lerakják. Alá, és akkor úgy, hogy hamarabb nőjön, és akkor egy még több vizet viszel, állítólag. Aha. Jött akkor erre gondolom többen is panaszkodnak ezek szerint, ugye? Persze, hát mindenki azt mondja, mióta a nyárfás itt van, azóta sokkal kevesebb víz van a kutakban. Marikái kutyában a szivattyú több alkalommal megfenek lett. A vödröt is sokkal mélyebbre kell leengedni. Tavaly idáig kellett ilyenkor márciusban nagyjából körülbelül leengedni, most így idáig. Hát az elég sok, igen. Igen. Lehet, hogy szokatlan, hogy márciusban ennyire. Igen, nagyon. Hát ez nagyon. És nem is, akkor ezek szerint nem is volt ennyire lassan a vízszint? Nem. Emlékszem rá, hogy lett volna ennyire kevés vízben. Most nagy szükség lenne a vízre a növényültetéshez. Ám csak időszakosan tudják működtetni a szivattyút, hogy a kútnak legyen ideje feltöltődni. Az említett nyárfák néhány száz méterre állnak a telek határától. Ott a Babapatőfi utcában, ahol kút van, ott mondták igazából, hogy mióta itt vannak a nyárfák, azóta aztán nem is tudják használni egyáltalán a kutakat. A Petőfi utcai otthonok szomszédosak a nyárfással. Az itt lakók szerint nem csak a kutak, de a földek is egyre szárazabbak. Nem emlékeznek rá, hogy lett volna ilyen száraz terük. Ráadásul, mint mondták, Mikében különösen kevés a csapadék a helyi jégelhárító miatt. Ott, ahol megtetszettek állni kocsiba, ott van egy jégelhárító. Körben vagyunk, így van belőle, mindenhol
másik, de miképpen nem másik, ahhoz beindítja. Ferenc és felesége már felszántották a hátsó telküket, de a vetést nem tudják elkezdeni. Túl szárazak a földek. Hát itt nagyon szárazok, most lássam. Lássam ilyen. Na. Felszántottuk, de vetni nem tudunk belevetni, már csupa homok, mintha sivatag lenne. A szárazság és az apadó talajvizek a nagyüzemi mezőgazdaságra is hatással vannak. A Classens Group agronómusa szerint az ilyenkor elvált csapadéknak körülbelül 40%-a hiányzik. A talaj szerkezetének módosításával lehet felkészülni az aszályos időszakra. Ilyenkor kora tavasszal a szántás lezárások, illetve a téli talajműveléseknek a lezárásai, aképpen, hogy úgy történjen, hogy ne túl mélyen zárjuk le a talajainkat, hogy még kevésbé szárítsuk ezeket ki. Ugye minél jobban fúj a szél, minél naposabb az idő, a talaj annál jobban kiszárad, minél jobban, minél mélyebbre haladunk a képekkel. Öntözni jelenleg nem tudnak, de Adelina szerint nem is ajánlott minden fajtánál. Minden felkészülés ellenére hozamcsökkenésre számítanak. A mértéke még függ a következő hetek csapadék mennyiségétől is. A száraz tél a hallgazdaságot különösen érzékenyen érinti, hiszen a téli csapadékhozam nagyban befolyásolja, miképp tudják kezelni a tómedreket. Meglepetésszerűen ért a magyar halászatot, hogy ennyire nincsen csapadék. Az őszi esők elmaradtak, a téli csapadék, tehát ez alatt értem mondjuk a havat, esőt, az szintén kimaradt, nagyon kevés lett. Talán azoknak a gazdaságoknak van szerencséjük, akik időben érzékelték ezt, és elkezdték visszazárni a tavaikat, mondjuk ilyen december környéken, november környéken. Mi sem mertük bevállalni azt, hogy majd január-februárba zárjuk vissza a tavakat egy téli szárazontartás fogyasztással. A tógazdaságnál időben elkezdték feltölteni a tavakat a helyi patakok segítségével. Így a legtöbb tavuk várhatóan 100%-os szinten lesz a szezon kezdetére. Az elmúlt évek sorozatos aszályai egyre inkább éreztetik hatásukat. Tavaly augusztusban például megdőlt a Rinya a legalacsonyabb vízállásának rekordja. Az elmúlt 10 évből 6 aszályos volt. A növényvédő kamara nemrég bekérte a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság talajvízmérő kutyainak mérési adatait. Ezekből mondhatni ijesztő következtetés vontak le. Dél-Dunántúlra vonatkozóan 32 vízkutból, tehát talajvízkutnak a vizsgálati mérési eredményeit megkaptuk. Ebben minket 20 érdekelt, ami Lakócsától egészen Böhényig terjed. Talajvédelmi kollégáim nagy adathalmazt feldolgoztak, és az volt a megállapítás, hogy éves átlagban általában 3-5 mm, nem túl nagy szám, csökken a talajvízünk. Vagyis 20 év alatt akár 10 centit is csökkenhetett. Ez történelmi távlatban jelentősnek mondható. Ennek a legfőbb oka az éghajlat változása. Egyrészt a globális klímaváltozással hozhat összefüggésbe. A lezúduló csapadék egy része, ami nagyon rövid idő alatt, nagy mennyiségben hullik a területre, az elfolyik. Tehát csökkent azoknak az időszaknak a száma, amikor szép, lassan, mit tudom, hetes eső beszivárgott. Ráadásul Somogy megye patakjai kifelé viszik a vizet a területről. A 70-es években pedig a mezőgazdasági földek kialakításához rengeteg dréncsövet fektettek le a vízes területek lecsapolása érdekében. Ezek a csövek sok helyen a mai napig elvezetik a talajvizeket, még aszály idején is. A szakértő szerint nagy szükség lenne víztároló építésére. Jelenleg viszont az a kérdés, mikor érkezik meg a várva várt eső. Az elmúlt 3 hónapban mindössze 50 mm-nyi csapadék hullott, ez nagyjából egy hónapnak megfelelő csapadék, hát nagyjából minimum a duplájának kellett volna esnie. Április első hetének közepétől kezdődően csapadékosabbra fog valószínűleg fordulni az időjárás, hogy pontosan mennyi és mennyire lesz ez az időjárás helyzet tartós, az még kérdéses. Reménykeltő a népi jóslat. Ez szerint, ha Böjtmás hava száraz, Szentgyörgy hava nedves. Azaz esős április jelez a csapadék nélküli március. Hogy ez valóban így van-e, a következő hetekben kiderül.